Köszöntöm nézőinket, önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok. Emlékkeresztet állítottak a Tamási erdőben a Magyarországon rendezett 52. eukarisztikus kongresszus emlékére. A szakrális helyet Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg. Szilágyi Péter miniszteri biztos átadó beszédében a társadalmi összefogás fontosságát hangsúlyozta. A Tamási katolikus óvodában járó gyerekek is részesei voltak az eukarisztikus kongresszus tiszteletére állított kereszt avatási szertartásának. A miklósvári parkerdőben nem a most felállított kereszt az egyetlen szakrális hely, hiszen a tőzszomszédságában lévő fakápolnák is rendszeresen látogatják mindazok, akik megnyugvást keresnek a mindennapi gondjaikból. Felföldi László pécsi megyés püspök mondott áldást. Elmondta, a kongresszus utóéletének hatására hite szerint változás indul az egyházmegyében, az országban és a világban is, mely pozitív irányba tereli az emberek egymáshoz való viszonyát. Én biztos vagyok benne, hogy akár itt az egyházmegyében, de országosan is, vagy világviszonylatban is elindul egy új, egy szebb, egy több. Hisz az eukarisztia, a közösség az valójában szétválaszthatatlan. És ebben fogunk mi is együtt gondolkodni, és nagyon szeretném, ha az egyházmegyében egy valóságos, nem elméleti, nem tervezett, hanem egy valóságos megújulást hozna, hogy újítsuk meg a közösségi életünket, amiben benne van az Isten kapcsolatunk, önmagunkkal a kapcsolat, és természetesen egymással a kapcsolat. Erre a gondolatra fűzte fel beszédét Szilágyi Péter miniszteri biztos is, aki arról is szólt, a most megáldott kereszthez hasonló szakrális jelek segítik az emberek egymással találását. Kimenve a természetbe, ezeket a jeleket követve, talán békében, csendben, nyugalomban talán inspirációt kaphatunk arra, hogy mi is a helyes út számunkra, mi is a megvalósítandó cél, és ezt hogyan kell elérni. Itt a beszédekben többször elhangzott, hogy ide kijöve ebbe a gyönyörű környezetbe, itt nem csak egy keresztet látunk, nem csak egy jelet tapasztalunk meg, hanem itt fel tudunk töltődni, erőt tudunk meríteni, és hogyha sebeink vannak, itt be is tudnak ezek a sebek gyógyulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igenis jók az ilyen események, igenis jók az ilyen alkalmak, illetve jók azok az ügyek, amiket egy ilyen keresztállításra is szolgálni tudunk. Ezen az eukarisztikus kongresszuson is ebből az alkalom is azt láttuk, úgy mint sok más programon keresztül, hogy azt a magyarságot, amelyik szétszóródva él a nagyvilágban, 10 millió az anyaországban, 12,5 millió a Kárpát-medencében, de 15 millió a nagyvilágban, ezek a jelek mind össze tudják fogni. Ha most csak az eukarisztikus kongresszusra gondolok, akkor azt látom, hogy ez az rendezvény is össze tudta fogni a világban élő magyarságot, de sok más olyan egyéb rendezvény is volt az elmúlt években. Programok voltak, hogyha halmaztok ki, kormányzati programok, amelyeknek az volt a cél, hogy összefogja a Kárpát-medence és a diaszporában élő magyarságot, vagy ha még szélesebb körön akarok fogalmazni, akkor az egész kormányzatunknak az alapja az 2010 óta, hogy a nemzetpolitika méltó helyre, megfelelő helyre kerüljön, és nemzetben és ne országhatárokban gondolkodjunk. Horváth Kálmán Tornamegye kormány megbizottjának véleménye szerint a jelen nagy feladata a társadalomban jelentkező ellentétek feloldása. Az utóbbi néhány évtizedben azt tapasztalható, hogy így elbeszélünk egymás mellett, nem tudunk egymással szót érteni, nem nézünk egymás szemébe, és ezek az események szerintem hozzásegítenek ahhoz, hogy vallásos és nem vallásos ember, férfi, nő próbáljon meg egymással találkozni. Találkozásokon nagyon fontos hangsúly van, találkozni és beszélgetni egymással, és ami a legszebb lenne, hogy ne csak a zárt ajtók mögött, hanem kijönni a természetbe, mert ez az, ami igazán megnyugtató és lélekemelő. Minden forrásom belőled fakad, kenyérben, borban nekünk adtad magad. Jézus, formáld át az életünk, minden nap. Maradj egészséges, közlekedj fenntarthatóan. Ez volt a jelmondata az Európai Mobilitási Hétnek, mely felhívásnak teljes mértékben megfeleltek azok a programok, amit a Tamási Bringa Sport Egyesület kínált az érdeklődőknek.
Kerékpártúra, bringás reggeli, csak néhány esemény kiemelve a hét történéseiből, melyeket már évek óta megszerveznek a városban, hogy felhívják a figyelmet a fenntartható közlekedésre, a biztonság és egészség jegyében. Az Európai Mobilitás Hét programjához csatlakozott ismét Tamási, ahol a Bringasport Egyesület szinte minden napra készült valami programmal az érdeklődőknek, tudtuk meg a főszervezőtől, Farkas Ferenctől. A mobilitási hét zárásaként egy kerékpáros felvonulás lesz, és az ezt megelőző hét napon pedig különböző programok voltak, úgy, mint rendeztünk bringás reggelit két alkalommal, volt kerékpáros ügyességi verseny, biciklitúrák, hétfőn indult, és mai nappal zárul egy ilyen kódkereső verseny, ami mobiltelefon és GPS használatával különböző helyszíneket felkeresve lehet különböző feladatokat megoldani, keresd a kódokat kerékpárral, ez a címe. Ez egy új rendezvény volt, illetve idén első alkalommal egy fotópályázatot is meghirdettünk. A szervezők próbálták ösztönözni a tamásiakat, hogy az iskolába és munkába járáshoz inkább válasszák a kerékpárt. Ezért az egyhetes rendezvény sorozat ideje alatt két alkalommal is készültek bringás reggelivel, ahol péksüteménnyel, üdítővel, csokoládéval, tea és kávé kuponnal kedveskedtek a bicikli tulajdonosoknak. Hát a bringás reggelik alkalmával ezt nagyrészt megtapasztaltuk. Reggel 6.30 és 8 között kint voltunk a művelődési központ előtt, és mindenkit, aki biciklivel érkezett vendégül, láttuk egy reggelivel. És azért szerencsére jó pár embert láttunk, aki biciklivel érkezett. Sokan busszal, tehát tömegközlekedést használva a gyalogmentek iskolába, és emellett láttuk természetesen az úton az autósokat is. Hát Tamási viszonylatában szerintem, aki kerékpárt használ, az esetleg még talán hamarabb is be tud érni az iskolába vagy a munkahelyre, mint például autóval, ahol problémát okoz például a parkolóhely keresése. Szerencsére napjainkban reneszánszát éli a kerékpározás, köszönhetően a kiváló rekreációs hatásának, az autózáshoz viszonyított olcsóságának. A Tamási Bringasport Egyesület is igyekszik minél több olyan programot szervezni, ahol megismertethetik a kerékpározás nyújtotta előnyöket és örömöket az emberekkel. A mobilitás hét programjait is e-szisztéma mentén rakták össze. Készültek kódkereséssel, ahol az okos eszköz segítségével kellett megtalálni a megadott koordináta helyszínét, természetesen kerékpárt ragadva. Úgy gondolom, hogy aki érdeklődik a kerékpározás iránt itt Tamásiban helyben, és követi a közösségi oldalunkat, az megtalált minket, és jelen volt a rendezvényeken. A mobilitás hét programjai a fiatalok tetszését is elnyerték Tamásiban. A Pali Szabó Benedek megfogalmazta, hogy miért is jó két kerékre pattanni. Végül is összehozza az embereket, barátokat, egyre jobban megmutatjuk az embereknek, hogy miért is jó ez a kerékpár, hogy jobb kint lenni a szabadban, mint benne a ház négy fala közt. A már másfél évtizedes hagyománnyal rendelkező program ezúttal sem vallott kudarcot Tamásiban. Köszönhetően ez a szervezők lelkesedésének és a sportos városlakóknak egyaránt. A Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület eseménydús napokat tudhat maga mögött. No, most nem kár eseményekhez való vonulások miatt. Egy 30 éves barátságnak köszönhetően új, az Egyesület számára új gépjármű fecskendővel gazdagodott a laktanya szertára, mely laktanya a hétvégén helyszínt adott a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség megalakulásának 30 éves évfordulójának megünneplésére és a Szent Florián napi kitüntetések átadó ünnepségének. Tamási város önkormányzata igyekszik támogatni az egyik legrégebbi egyesületének munkáját, mely egy fontos közösség formáló erő is a városban. Az a gépjármű fecskendő, amit most vehetett át az egyesület, nagyon fontos, fogalmazta meg Porga Ferenc polgármester. Stolberggel két évtizedes kitűnő kapcsolata van a városnak. Több területen is segítették az önkormányzatot és az itteni civil szervezeteket, egyesületeket is. És most pedig az a gépjármű fecskendő kerül a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a tulajdonába, ajándékban. Egy kitűnő állapotú, nagyon jól felszerelt és karbantartott gépjárműről van szó, ami fontos, hisz a önkormányzati tűzoltók és a Tamási Tűzoltó Egyesület is 20 településen
lát el szolgálatot, tehát nem csak Tamásit, hanem a Tamási környéki településeken is, és ez egy relatíven nagy terület, tehát nagyon fontos, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzünk. Marcel Schmidt, Stolberg polgármestere mindig örömmel segít, ahol tud. Arról a gépjármű fecskendőről, melyet Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapott, nemes egyszerűséggel csak annyit mondott, hogy nagy, piros és nagyon jól megy. Stolberg und Tamási sind seit 30 Jahren eine Partnerschaft. 30 éves testvérvárosi kapcsolat van a két település között. Nemrégiben vásároltunk egy új tűzoltógépjármű fecskendőt. Ezért ajánlottuk fel Tamásinak, hogy számukra ez a jármű növelje a biztonságos ki- és hazaérkezést, valamint a tűzoltók és az ellátott települések biztonságát. Zum Einsatzort und auch sicher wieder zurückkommen. A Tamási Önkéntes Egyesület tagsága 61 fő, akik számára nagy segítség ez a stolbergi adomány, fogalmazta meg az Egyesület elnöke, Jutni Illés Kata. Azt mondhatom, hogy igen jól felszerelt a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület, gyakorlatilag a sok testvér települési kapcsolatból, hiszen a városon keresztül is vannak testvérkapcsolataink, ez most már a harmadik tűzoltógépjármű fecskendő, ami érkezett hozzánk, viszont talán ez a legértékesebb, legnagyobb autó, ami igaz, hogy 26 éve, és nincs benne 20 000 kilométer se, de nekünk új, és nagyon-nagyon csillogó. Pályázunk nagyon sokszor, és viszonylag jól is nyerünk a pályázatokon, hogy ezt mondjam, de a civil pályázatok azok, mint minden civil tudja, egy pár millió forint értékben értendők. 3 millió forintból, még hogyha maximumot is nyernénk meg, nem tudnánk egy ilyen autót megvenni. Most, hogyha a számokról kellene beszélni, akkor körülbelül ennek az autónak most az értéke olyan 30 000 euró, ez ilyen sac per kb. 11 millió forint, mint említettem, azért 26 éves, tehát mi ezt soha nem tudnánk megvenni saját önerőből, saját forrásból. Jeles központként és úgy, hogy elég nagy település hálózattal rendelkezünk, nagyon fontos az, hogy jól felszereltek legyünk, jól képzettek legyünk, ezért minden hónapban van egy képzés, amit a Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatósággal közösen szervezünk, és részt veszünk rajta. A köszöntő beszédek után a szolgálati érmek átadására kerül sor, ahol az egykori tagról, Nieder Ferencről sem feledkeztek meg, aki az 50 éves szolgálati érmét vehette volna át. Majd eljött a várva várt pillanat, és felgördült a tűzoltó szertár ajtaja. A Tamási Önkéntes Tűzoltók átvették azt a Tolna megye tűzvédelmét erősítő járművet, mely hosszú évekig segítette a stolbergi tűzoltók munkáját. A kulcsok átadásakor annyit kértek a testvér település tűzoltói, hogy ugyanúgy gondozzák és óvják, ahogy ezt ők tették az elmúlt években, és azt kívánták, épségben érjenek haza az eseményekről a tamási tűzoltók. A következő nap sem telt el események nélkül. A megye tűzoltói gyűltek össze a Tamási laktanyában, ahol a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség megalakulásának 30 éves évfordulóját ünnepelte, és a Szent Florián napi kitüntetéseket adta át az arra érdemeseknek, mondta el Gergelics István, a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség elnöke. Sajnos pont azokat a rendezvényeket vette el tőlünk ez a vírus, amit meg kellett volna napján tartanunk, és az elmúlt évben sem tudtuk megünnepelni Szent Flórián napját egy közös rendezvényel, ebben az évben sem, és akkor a vezetőségünk úgy döntött, hogy tartunk egy külön ünnepséget, ahol ezeket az elismeréseket át tudjuk adni a jól dolgozó, kiemelkedően dolgozó kollégáink részére. A szövetségünk idén 30 éves, az új alakulás óta 30 év telt el, és már a kezdet-kezdetén 96-ban alapítottunk egy díszérem nevű elismerést, amit jól dolgozó kollégáink kaphatnak meg. Ez a legmagasabb szintű egyéni elismerés nálunk. Ez egy ezüstből készült díszérem. Egyéni elismerésünk van még egy emlékplakett, amit mondjuk azt, hogy a második szint, tehát nem a legmagasabb szint, illetve a kezdet-kezdeti jól dolgozó kollégáink emléktárgyat, dísztárgyat kapnak tőlünk. Ezeket az elismeréseket találta ki a vezetőség itt az elmúlt 30 év alatt, és hát egy nagy hiányt pótoltunk két évvel ezelőtt, amikor új alapító elnökünk Csöglei Pista bácsi emlékére, Szabó Tamás alelnök úr javaslatára csináltunk egy Csögle István díjat, amit egyesület kaphat, tehát ez egy szervezeti elismerés. A kultúrán, a település szépítésen kívül szükség van olyan emberekre, akik a baj órájában is ott vannak, akik önkéntes tűzoltóként vállalják a többlet feladatot, fogalmazta meg Balázs Gábor, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatója.
hogy nem csak a tűzoltóknak fontos, hogy elismerjék a munkát, ha valaki sokat tesz, vagy az átlagnál többet tesz egy közösségért, akkor azt mindenképpen észre kell venni, és én azt gondolom, hogy díjazni is kell. A mai napon, amikor a Tűzoltó Szövetségünknek a 30 éves évfordulóját ünnepeljük, akkor ez különösen fontos. Illetve hát tavalyi év az egy rendhagyó év volt, nem tudtunk ilyen ünnepséget tartani a világjárvány miatt. Az átadott díjak számából is mutatkozik, hogy Tolna megyében sokan gondolják úgy, hogy önkéntes munkájukkal tesznek a lakosság védelméért, és szabadidejüket feláldozva öltik magukra a tűzoltó ruhát. A Tamási Enduro és Motocross Egyesület rendezte a Magyar Enduro Bajnokság 5.-6. fordulóját, melynek köszönhetően a hétvégén megtelt a város motorosokkal. Az enduro sokféle akadályból és kihívásból álló sport, ahol a versenyzők részéről fontos, hogy jó állóképességgel rendelkezzenek. A kétnapos verseny zökkenőmentesen zajlott egy, a sportban új versenyszámmal megfűszerezve. A Tamási Cross pályán 2017-ben rendezett Enduro Cross bajnokságot követően jött a felismerés, hogy megérett az Egyesület egy akár kétnapos rendezvény lebonyolítására is, mesélte Dravec Balázs, a Tamási Enduro és Motocross Egyesület elnöke. A Nádor Tomi barátunk hívta fel a figyelmünket rá, hogy szerint ez a pálya alkalmas lenne rá, és hát így belementünk ebbe a dologba, a Egyesületünk akkor ezt így fejbe először összerakta, majd gyakorlatban is. És akkor ezt követte ugye minden évben egy-egy endurocross, illetve 18-ban volt még endurocross, és 19-ben úgy gondoltuk, hogy felnőttünk egy olyan feladathoz, hogy rendezzünk egy ilyen kétnapos endurót, és most már ez a harmadik ilyen versenyünk. Az első versenyen 57 indulónk volt, a másodikon 87, most 100 fölött vagyunk, 107 indulónk van körülbelül. Ez is azt mutatja, hogy azért évről évre többen vagyunk. Ugye Magyarországon nálunk van a legkevesebb induló, de azért próbáljuk úgy összerakni, hogy mindenkinek tetszen, és egyre többen legyenek. A versenyzők születési idejét nézve egy nagyon széles életkori sávon mozgó versenyről beszélhetünk, hiszen az idősebbek mellett már a 6 évesek is a pályán voltak. Tavalyi évben találtuk ki, hogy nálunk először Tamásiban rendezünk mini endurót. És ez egy nagyon jó döntés volt, mert hát most már azóta minden versenyen van mini enduro. Ugye ebbe van azt mondhatom a 6 éves korosztálytól, illetve az 65 köbcentiméteres kategóriától egészen a 85 köbcentiméteres kategóriáig. A 2020-as Dakar Rally Mélmotó osztály nyertese a romániai-magyar rally versenymotoros. Emmanuel Egyenes is rajthoz állt a Magyar Enduro Bajnokság Tamásiban rendezett futamán, aki elmondása szerint nagyon elégedett a helyi szervezéssel. Szatmárnémetiben lakok, az közel van a magyar határhoz, és átjárok gyakran ide versenyekre. Nagyon jól meg vannak szervezve itt Magyarországon a verseny, ugyanúgy ahogy ez a Tamási futam is, nagyon jó a rendezés. És persze én mindig nézem a MAMS honlapján, hogy hol vannak versenyek, nézem a naptárat, és eljövök ezekre a versenyekre. És persze ez a futam is, ez benne van a magyar bajnokságban, és akkor pontokat kell gyűjteni, és úgy kerültem ide. Nagyon extrém hely itt nincs, hanem ami nehéz, azok a mért szakaszok. Van a kör, van egy 35 kilométeres kör, és azon belül van két mért szakasz, ami az egyik 5,5 kilométer, a másik 3 kilométer talán. És ott nagyon gyorsan kell menni, az nagyon fárasztó, mert nagyon szét van menve a pályán rumplis, és azért ott a kezeidet, meg téged is nagyon megvisel az a teszt. Hát az a legnehezebb, és az a legnagyobb kihívás a pályán. A versenyek, ahol természetes és mesterséges akadályok sorával kell küzdenie a motorosoknak, persze nem múlnak el kisebb-nagyobb balesetek nélkül, de a versenyszellem mellett a segítő szándék is megmutatkozik. Egy versenyzőtársam első körben, az első 2 kilométerben leesett egy hídról, beesett a nádasba, és egyből megálltunk két motoros, és kisegítettük is, hogy menjen ő is tovább. Tehát azért ilyen dolgokban segítjük egymást, és úgy, mint tanácsokkal, meg mindenen nincs az a nagy rivalizálás. Persze, mikor már nézzük az időket, ott mindenki szeretne nyerni és jobb időt csinálni, de mikor valaki bajban van, vagy egy tanácsot adni, akkor szívesen adunk. Azoknak, akik rajthoz állnak, az enduro alapkiírásnak és szabályzatnak kell megfelelniük, tudtuk meg a versenyigazgatótól, Ódor Gábortól.
A pilótáknak egy sportorvosi alkalmasságén kell átesni, ahol az egészségüket igazolják, hogy ők megfelelnek és alkalmasok a versenyzésre, illetve a motorok is átesnek egy gépátvételi vizsgálaton, ahol mindent megvizsgálnak, hogy ezen a versenyen szabályosan indulnak-e, szabályos kategóriába indulnak-e, és hogy a motorjuk szabályos felszerelésekkel vannak ellátva. A szervezők mindig próbálnak Tamásiban valami újat nyújtani, ami emlékezetes marad mind a versenyzők, mind a nézők számára. Így jött a szuperteszt ötlete is. Itt az endurózásban nálunk van először, hogy így a nap végén csinálunk egy úgynevezett szupertesztet. Ez hasonló, tudom elmondani, mint a ralliban a prológ rész. Ez a nézőknek is egy nagyon-nagyon látványos rész, hiszen itt a pályát, hogyha majd megmutatjátok, akkor látni fogjátok, hogy nagyon össze vannak húzva az akadályok. Egy látványos, aránylag gyors pályán mennek. Ez a szupertesztnek az eredménye a versenyzőknek a következő nap idejébe bele fog számítani, egy időjóváírást kapnak, az első 10 kap időjóváírást. Kötelező az első osztályos versenyzőknek, illetve a veterán versenyzőknek, a többi versenyző választhatja, kivével a junior korosztályt. A látványos szupertesztre valóban sokan kíváncsiak voltak. A nézők tátott szájjal csodálták a pályán körözött motorosokat, akiket tetőtől talpig igénybe vett a pálya, fizikálisan és mentálisan egyaránt. A szervezők számára a legjobb visszajelzés, amellett, hogy egyre több nézőt vonz a verseny, hogy a motorosok évről évre visszatérnek a Tamási pályára. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!